No gyerekek, ennyit haladtunk. Úgy már délután van, vagy 3 óra fél 4. Na, mindig lassabban haladsz, mint ahogy azt gondolnád. Azt hinnéd, feldobod el egy óra alatt ezt az egész ódot. De nem úgy van, gyerekek, nem úgy van. Nagyon lassan lehet haladni. Főleg egyedül, meg minden megcsavarozni, bénélni, kiválogatni, beszabni. Ajtó, ablak, staple-ezni, kifogy a staple, van, keres új staple-t, az is aztán el kell venni. Ja, nem lesz elég a pálcik, a gyerekek, van 2 csomag elfogyott, és még ezzel az oldalról sem vagyok kész, akkor mi lesz a hátsó oldalról, és a túlsóval. A csütörtök pénteken, itt hónap szép idő lesz, nem lesz eső. Szombaton eső lesz, úgyhogy azt hiszem ma este be kell ugorjak. Vegyek még vagy 2 csomag pálcikát, ilyen léceket, hogy hónap muszáj lesz a hátsó felét megcsinálni. Ma nem fogom tudni, akárhogy is szerettem volna, de ez az ódol már elvesz. Ugye most kezdtem neki, tanulási fázisban vagyok még. Az egyre jobban belészni jönnek a darazsok, hogy megszívjanak. Egyre jobban belész, mikor ezzel az ódollal megleszek ma. Nagyon profi leszek. Hát, majdnem. Na. És, vagy lehet azt tudom még csinálni, hogy fent csak staple-lel fogatom meg. Most nem teszek lécet, csak azért, hogy itt legyen le. És akkor hónap léccel megcsinálom hátsó felé. Ja, és ahova nem elég a léc, akkor, de itt így is, úgy is be kell menjek, mert nem lesz elég. Még ott van a túlsó oldalas még elül. Na jó, fúj a szél, mint a dög. Na meg az ablakot mutassam meg éppen. De tehát utólag vágtam ki az ajtót, az ablakot, ugye előbb így végiggöngyölgettem, hogy egy kicsi kiesik, ha azt a darabkákot még való fent fel lehet használni. Na de először ugye felrakod, akkor itt megstaple-eztem, akkor kivágod késsel vagy ollóval az ablakrésit, beteszed az ablakot, odafogatod, és akkor úgy teszed fel utólag a tépet ide, azt a flashing tépet. Kezded az aljával, alul egyet, akkor 2 oldalát, és utoljára felül, és így a víz nem fog befolyni. És ez az ablak fasza, mert ide mehet be direkt a siding, tehát nem kell még J-channel tegyek, J-csatornát, vagy hogy hívják. És ide az ajtókhoz nem teszek, mit szóltok ehhez. Nem tettem ide lécet, mert nagyon kidobta volna. Ugye így fog jönni ide. Kurva szél, hogy fújna, vassza meg! Így fog jönni a J-csatorna, ha még egy lécet tettem volna, akkor ide kidobta volna. Nagyon csúnyán nézett volna ki. És ha pedig így teszem, akkor ilyen szép passzos lesz, szépen egy szilikoncsikot ide húzok körbe az ajtóhoz. Hát teszek ide is tépet. Ide is flashing tépel megeresztem. És úgy kell tegyem az ajtóra, nem menjen rá. Vagy lát, nem teszek? Vagy teszek? Meglássuk. Na, amúgy így nagyon passzos látod, és akkor így körbe fent is ugyanígy. Nem tudom, hogy vágjam itt össze. 45 fokba, ja 45 fokba gondolom. És jó, egy kicsit ez bennebb lesz. De nem vészes, hát hajlik a siding, ide bepöccen. Jó lesz-e így, most mondjátok, mert most még tudok tenni lécet. Mutassam meg, hogy néz neki léccel. Kamerát a fájra. Így jönne a léc, és akkor még erre a J-csatorna. Ennyien csúnyán néz ki, kidobja ide. Nagyon Gainer, nem jó mi. Ja, nem tetszik nekem se. Ha az ajtó ugye úgy lett volna beszerelve, hogy ide kijön, de úgy szeretem az ajtót, hogy kilóg így is, de bent szintre van, tehát bent nem lóg ki. Most már nem nyúlok az ajtóhoz, jó van az ügy, de szerintem így itt sokkal faszabb, nem? Jó passzosra, és kicsi szilikonnal meghúzzuk, csókolom, taxi. El vagyok menve, pa! No, jó van.
menjek egyet faluk. Az előbb itt egy kicsit kezdtem panikolni, mert valami szürke főhők kezdtek megjelenni, de megnéztem számítógépen, és nem lesz eső ma. Hónap se lesz, de szombatra 90%-ot mond, úgyhogy biztos valószínű, hogy lesz. Na, úgyhogy ez az ódala és a hátsó fele meg kell legyen. Úgyhogy a túlsó oldalán egy kicsit csak befordulunk a sarokra, tehát csak egy 20 centit. Tehát ez az ódos hátsó oldal meg kell legyen. A fóliázás. És sidingom azt hiszem csak annyi van, hogy a hátsó felét megcsináljam. Ja, azt hiszem csak egy dobozzal vettem. Egy kettővel? Vagy egyel? Mindegy, de még kell vegyek, vagy két-három doboz. Mennyi egy doboz? $130. Az előbb felhasználom, ami van, és akkor... Ja. Meg lesz ez fóliázva, rárakjuk a sidingot erre az oldalára és a hátsó oldalára. És akkor időközben megcsinálom a framinget a túlsó felének. Jöjjek be, mert úgy unom már a szelet, kifújja az agyamot. Akkor megcsinálom a framinget annak a felének. Leveszem azt a hülye tetőt innen. Hurikának kicsit megtépáztam. Csak elő fogom ott hagyni a tetőt, mert elő nem zavar, de itt útban nem tudom a sidingot rárakni. Ezt leveszem, ezt megcsinálom a framinget, fogalforozást. Ott ugye fent már megvan, fürdőszobánál ott már megvan, ott nem kell semmit csinálni, tehát itt fent kell néhány lécet tegyek, ezeket kiveszem, amiket belógnak. Ide egy néhány lécet, és akkor ide egy ablakot. Ajja, kell vegyek még egy OSB-t, mert csak egy van. Hát ide egy ablak, OSB ide. És utána akkor ugyanígy lefóliázzuk ezt a felit, sidingot erre felére is, és akkor előleg kicsit ideig most így nyitva marad, még mondjuk egy hónapig, másfél hónapig, amíg a bányagépeket leszedem onnan, és összecsomagolom, és hazaküldöm, csak nincs pénzem arra se, hogy hazaküldjem, mert nagy szegénység van. Na. Ugye ez a terv, gyerekek. Na jó. Egyet ebédelek, feldobom gyorsan arra, befejezem azt az oldalt, és akkor azt hiszem este ellépünk egyet a Home Depotba, hogy vegyek egy OSB-t, egy tábla OSB-t, még néhány tubájfót, hány maradt még itt? 6 darab, 7 darab, az nem lesz ide elég. Még néhány tubájfót, egy OSB-t, még legalább két csomag pálcikát, furring strippet, és ennyi, egyébre nincs is pénz most már. Nyissuk ki az ablakot. Na jó, ide ablakocska, legalább kilátok el. Na jó, akkor találkozunk később, megmutatom itt, mit befejeztem, és lehet a Home Depotba is majd találkozunk. Este kell menjek, hogy tudjak napvilágba dolgozni. Hogy este megyünk Home Depotba. Élőadás napokban nem volt, lesz majd, de ezt le kell az oldalát, se hátát fóliázzam, addig nem lesz élőadás, mert muszáj ezekkel haladjak. Aztán le van fóliázva, akkor már egy kicsit az eső megveri, nem gond, de azért jobb minél hamarabb sidingot rányomni. Nem van páran jeleztétek, hogy már lehetne élőadás, nem volt már, vagy 3-4 napja. Lesz, gyerekek, jön meg a motorra az alkatrész, akkor szereljük a motort jövő héten. De mondom, ezzel kell haladjak. Legyen meg ez a három oldal fóliázás, meg siding, és akkor lehet egy kicsit lazítani, eladni a cuccokat, takarítani, hazaküdni a bányagépeket. Sok a dolog, gyerekek, sok a dolog, de prioritási sorrend, tehát mielőtt jönnek a nagy esők, legalább a három oldala a háznak meg kell legyen. Aztán elől itt Lutfing még, két ablak, három OSB, néhány pálcika. És ez nagyon könnyű lesz ma. Na jó, el vagyok menve, bá! De kibaszott vitorlát, úgy fújja a szél, ember. Rohadt nehéz így felrakni. Ja, nem taknyoltam ilyen olyan módszerekkel, hogy rudra szereljem, és felakasztani, és pörgetni. Na, így is taknyolás, de úgy még több taknyolás, még több idő. Habár lehet, hogyha kitapasztalom azt a módszert, akkor
könnyebb lett volna az itt az életem. Na, de mindegy, fel tudom így is dobni. A fej, soha nem annyi. Gatorskin, sajnos az egy kicsit keskeny, 42 incs az egész szekás, tehát kevesebb, mint 4 láb. Széles a másik, közel 9 láb, 107 incs. Na mindegy, menjünk vitorlázni, gyerekek, legyen meg ma legalább ez a fele. Embertelen feladat. Mikrofon takarja, már embertelen feladat. Ilyen nagy szébe felrakni ezt a fucking fóliát. Ti nincs mi csinálják, reggeltől estig fúj a szél. Minden adott fucking nap. Ezt csinálja hetek óta. Egyfolytában fúj a szél, reggeltől estig. Talán még éjjel is, mikor dolgozzak. Nem lehet, bazd meg, olyan a kezedből veszi ki az anyagot. Teszed oda, s veszi ki. Kicsit össze-vissza lett ez miatt. De mit tudjak csinálni, olyan, amilyen. Lényeg az, hogy a felső sor átakvarja az alsó sort. Ha fentről víz nem tud bejönni, mindegy, ha itt-ott gyűrőt meg nem tökéletes. Van még a léceket ráadom a hónap. Ja, lehet, ma este nem tudom befejezni, ezt a sort feltettem, de az idegeimet szétszette a szél. Az agyamot is kifújja a fejemből, az agyamot rendesen elmenjen az eszem. Meg bolondulok. Szörnyű. Szörnyű. Mindegy. Jó lesz az, úgyhát hányként egy kicsit gyűrött, ugye, mert nem tudom olyan szépen kisimítani. Lehetetlen, létezhetetlen. Na jó. Szürkülődik el, mielőtt sötét van, hát ha még nem kell sokat, egy sort tegyek odaig, kb. Közepig, és akkor még kell egyet fent tegyek. Mindegy, hogyha már szúnyogok nagyon marják a véremet, ha nagyon szívják, akkor abba hagyom. 10-15 percig még tudok dolgozni, aztán utána vége. Fuck. Ja, éjjel kéne dolgozzak sötétbe. És ilyen szúnyogalló ruhalbos lámpa akkor. Na jó. Menjek, hogyha ma nem tudom befejezni, akkor reggel azt a kicsit még feldobom. És utána a hátsó felét muszáj hónap megcsináljam, mert szombaton eső lesz. Két oldala legyen lefóliázva legalább. Nem tudom, ma beugrunk-e Home Depotba lécekét. Ja, Fuxi bácsi, igazad van, végül is fel lehet így is várni. Hogy a léceket majd később rá lehet tenni, csak mondom, egyúttal ráteszem, mikor csinálom, mert így könnyebb volt most nekem. De a ja, fent felállítsd el, fent nem tudom, a hátsó oldalon se, itt fent se. Nem tudom egyszerre rakni a léceket, úgyhogy majd utólag. De ha más hónap annyira az elejé csátát fel tudom rakni, és egy kicsit beszallagozni, beragasztani az ablakok körül, és itt-ott a réseket, ahol kivágtam, hogy a víz ne folyjon be, akkor meg vagyunk éve. És mondom, attól még félek, hogy ez a vizet nem ereszti át, de a párra átmegy rajta. Úgyhogy ha párra bemegy a nálon, és az OSB között nem tudom mi lesz, ki tud-e száradni, vagy nem, ki kell tudjon esze. Mert ha nem megrohad, na mindegy, whatever. Na, lesz a milyen gyerekek. Én megtettem, ami tőlem telhető út. Ennél többet nem tudok mondani.